Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen már amikor először megválasztottak polgármesternek, olyan tapasztalt városatyákkal dolgozhattam együtt, akik mindent megtettek a városért. Segítették a fejlődésünket, iránymutattak a kihívások leküzdésében. Őket kértem meg, hogy együtt idézzük fel közös múltunkat. Az előző részben is három bölcsemberrel beszélgettem, így lesz ez most is. Szerinted mi az, ami a legjobban megváltozott ebben a 20 év alatt? Én szerintem a nagy változás az a 2002-ben indult el, és nem azért, mert te lettél a polgármester, azért, mert kormányváltás volt, és abban a pillanatban ugye jutottunk hozzá hatalmas mennyiségű pénzekhez, több forrásból is, és még ugye lehetett köszönni annak, hogy nagyon agilis polgármesterünk lett, aki rögtön azzal indult, hogy rengeteg pályázatot lettek megírva, de nem akarom azt mondani, hogy 1968-ban, amikor én idejöttem, két betonút volt. A főút és a Németh út, az összes többi sár. 2000-ben, mikor város lettünk, akkor lehet, hogy egy kicsit korán kaptuk a városi címet. 2002 után tudtuk igazából kihasználni azokat a pályázati lehetőségeket, amik akkor nyíltak. Tehát olyan fejlesztések indultak el itt Harasztin, amire igazán büszkék lehetünk, és azt is tudjuk, hogy mások meg irigykedtek. Mi az a legnagyobb eredmény, amit személy szerint te úgy gondolsz, hogy a legfontosabb? Hát ha már a főútnál tartunk, akkor a Lafert-Gúria, az feltétlenül ki kell emelni. A zöld felületek növelése, a kegyeleti park létrehozása. Mindig gyarapodtunk, tehát ugye például mit tudom én, a HPV oltás, hogy a kislányoknak a HPV oltást bevezettük, a különféle szűrővizsgálatokat. Ilyen városnak képzelted el, amilyen most? Tehát 2000-ben vagy 2002-ben? Igen, igen. Mondhatom azt, hogy igen. Fellegekben nem akartunk járni. Bár ha azt veszem, hogy amikor a főút rendezésére beadtuk a pályázatot, akkor ugye sokkal több pénzt kértünk, mint amennyit kaptunk, és a végén kiderült, hogy abból a pénzből maradt. Tehát abból a fejlesztési pénzből nem tudta a Pest megye elkölteni mindet, és ha akkor megkaptuk volna azt a pénzt, amit kértünk, a főút is másképp néznek ki. Nem ilyennek, ettől egy picit visszafogottabbnak, mert te is emlékszel rá, ugye, hogy már 2010-ben, még amikor én itt voltam, még előtte van időszakban is szó volt arról, hogy valahol vigyázni kell, mert nem fogja bírni az infrastruktúra. Csinálnál valamit másképp, hogyha visszamennél az időben? Nem hiszem. Én úgy gondolom, hogy a lehetőségeket kihasználtuk, ugye amit kaptunk, nyertünk pénzpályázatokon, azokat fölhasználtuk hasznosan, természetesen a mi pénzünket is mellé tettük, tehát az önkormányzati pénzét is mellé tettük. Hát tulajdonképpen nem nagyon csinálnák más, hanem ezt folytatnám, amit akkor, tehát 2010 előtt csináltunk. Én nekem nagyon jó volt az, hogy nem tudtam olyat kérni az önkormányzattól, a testülettől, vagy a polgármester, amit ne teljesítettek. Ezt örömmel hallom, mert tehát valahol mindig vevő volt rá a testület ezekre, amiket én, vagyis a bizottság és én kértem, és tulajdonképpen azt kellene folytatni ugyanúgy. Köszönöm szépen!